volt egy szabadidős társaság Tolnán, a Tovább, akik rendszeresen szerveztek programokat. Itt általában énekszó is hallatszott a kirándulások alkalmával. Aztán a közös éneklésből egyszer csak énekkar alakult. 2007-ben lettem én ennek az intézménynek a vezetője, és akkor elkezdtem gondolkodni, hogy az intézmény művészeti csoportjaként létre kéne hozni egy kamarakórust, vagyis egy vegyes kart, mert hát női kar van, német nemzetiségi kórusok vannak, Nyugdíj Szabadidőklubnak is van kórusa, akkor miért ne lehetne az intézménynek is egy. És akkor került ide a gimnáziumba egy fiatal zenetanár, a Hepp Attila, és összebeszéltünk 8-10 a csapatból, hogy meg kéne kérdezni, hát ha elvállal minket. És szünet volt, óraközi szünet, lejött a gyerekekkel beszélgetni, és akkor nagy bátran oda mentem hozzá, és megkérdeztem, hogy nézett egy nagyot, hogy hát ő trombita művész, ő neki fúvós zenekara van, ő neki még soha nem volt kórusa, de hanem, tudod mi, gyere, hallgass meg minket, aztán majd eldöntünk. Eldöntötte. És Hepp Attila irányítása alatt szépen fejlődésnek is indult a vegyes kar. Jöttek a meghívások egymás után, és újabb kihívások várták az együttest. Nagyon szerettük a Bárdos Egyház Zenei Fesztivál, aminek ugye a Bátaszék adott otthon. Aztán jött a Liszt Ferenc kórus találkozó, amit a Kulturális Intézet szervez minden évben. Ott már zsűri is van, vagyis volt. És ott kaptunk mindig értékelést, meg biztatást, és akkor nagy bátran belevágtunk egy minősítőbe 2012-ben, és akkor ott szereztünk egy aranyminősítést, ami szerintem, én azt gondolom, hogy az óriási nagy dolog volt, hogy elsőre mindjárt aranyat kaptunk. Aztán Hepp Attila külföldön folytatta a pályafutását, úgyhogy újabb karnagy után kellett nézni. Meg is találták maguknak Simon Pétert, a Paksi Zeneiskola igazgatóját, aki számos énekkart terelt már a minőségi éneklés útvesztőjén. Kategóriába sorolom ezt a kórust, de én nem azért vagyok itt, hogy ezt a kórust értékeljem, vagy mérlegeljem, vagy soroljam bárhová. Én 11 évig vezettem a Szekszárdi Pedagógus Kórust nagy szeretettel, ők annak idején megkerestek engem, és megkértek, hogy vállaljam el őket. 11 év után nekem a bokros teendő miatt nem tudtam azt tovább vállalni, és akkor elbúcsúztunk nagy szeretetben, azóta is nagyon hiányoznak és szeretem őket. Viszont utána évekig nem csináltam semmit, 2 évig semmit nem csináltam. És most itt vagyok Tolnán, szintén egy megkeresésre. Másfél évig könyörögtek nekem, hogy szeretnének énekelni, és hogy kéne nekik egy karnagy, és Vajda Tibor barátom kérését végül is meghallgattam és elvállaltam. Ez az első fél év, ez ismerkedés időszaka volt, illetve volt már 2 fellépésünk. Ez volt az egyszerűbbik része a történetnek. Összeismerkedtünk, megnéztem, hogy milyen kvalitások vannak, milyen erőviszonyok vannak, és annak fényében repertoárt állítottunk össze az adventi hangversenyre, ugye azt megbeszéltük már szeptemberben, hogy mondjuk advent idején ki kéne már lépni a közönség elé. Most jön majd a nehezebb része, mert most hosszabb távú terveket kell megfogalmazni, vannak már ötletek, gondolatok, és ehhez kell repertoárt építeni, dolgozunk ezerrel. Én már kinőttem abból az ifjúnti hevességből, hogy én akarnék bármit is elérni, én azt szeretném, hogyha a kórus jól érezné magát. Ez egyébként, akik ismernek, az Szekszárdon is ugyanígy gondoltam, tehát nem gondolnék versenyistálót létrehozni, nem is szándék. Azt szeretném, hogy a kórus azért megtapasztalná nemzetközi szinten is azt, hogy ő maga mit képvisel, már a kórus önmagában, illetve azok az énekesek és személyek, akik a kórusban énekelnek, ha találkoznának más ilyen dalárdákkal, hogy ez most verseny vagy fesztivál, ezt nem akarom eldönteni előre, ez a kóruson múlik. Nyilvánvalóan lehetőségeket pendítek meg én is, illetve a
a szakmai, annak örök, hogy több szakmabeli van a társaságban. Sokkal könnyebb dolgozni, hatékonyabban lehet dolgozni, ott olvasó, jófülű, képzett emberekkel. Nyilvánvalóan nem mindegy, hogy az ember mit mond, bár bízom benne, nem szoktam hülyeségeket beszélni, de természetesen azt mondom, hogy könnyebb olyan emberekkel dolgozni, akiknek maguknak is van fogalmuk arról, hogy körülbelül mit kéne csinálni, és ezt csak inkább csiszolgatni kell és terelgetni, mint hogy megtanítani alapoktól fogva ezt a dolgot. Szóval én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó hangulat a csapat, nagyon szeretik egymást, én is szeretem őket. Jól dolgoztunk már az adventi időszakig is, és most úgy döntöttünk, hogy kitűzünk valami célt magunk elé, hogy egy nemzetközi fesztivált, vagy valamit, ahova elmegyünk. És van egy titkos terv is, amiről minden érintett tud, de nyilvánosan még nem nagyon beszél. Az ifjúsági fúvózenekar és az énekkar közös produkcióra készül, amely új kihívás lesz mind a két fél számára. Simon Péter azt mondja, egyetlen félelme, hogy túlvállalják magukat, mert a magas minőség a népszerűséget is hozza, mely újabb feladatokat jelent. Lelkileg kell majd ezt nyilván még egy kicsit dolgozni, mert van, aki szkeptikusabb, de én azt veszem észre, hogy nagyon-nagyon lelkesek és nagyon szeretnének ugrani nagyot.